Üdvözlöm Önöket! Itt a nyár, a pihenés ideje. Azonban a K&H árfolyamvédett vegyes alapok nem pihenhetnek. Ahogy a hőmérő higany szára emelkedik, úgy a legtöbb alapunk árfolyama is a magasba szökött. Az áprilisban védelmi szintet váltó alapok után a K&H megtakarítási cél június alapunk védelmi szintje is nagyon magasat lépett fölfelé. Az új védelmi szint 8,5%-kal került magasabbra, így összességében az alap az indulása óta már több mint 25%-kal tudott emelkedni. Nézzük meg, most milyen stratégiát tartanak szem előtt az alapok. Az év első 6 hónapjában a legfontosabb esemény a francia elnök választás volt. A francia állampolgárok Emmanuel Macronnak szavaztak bizalmat, ezzel csökkent annak az esélye, hogy a franciák is a britek sorsára jutnak, és széthull az Európai Unió. További fontos fordulat volt, hogy a jegybankárok szigorúbb monetáris politikára tettek utalást. Az amerikai Federal Reserve idén már 2 alkalommal hajtott végre kamatemelést, és további 1 kamatemelést ígér az év hátralevő részére. Mario Draghi, az Európai Központi Bank elnöke pedig arra tett utalást, hogy az év hátralevő részében csökkenthetik a kötvényvásárlási programjuknak a mértékét. Tehette mindezt azért, mert a világgazdasági növekedés a várakozásoknál jobban alakult, és a beszerzési menedzser indexek a következő hónapokra is stabil bővülést vetítenek előre. Ebben a környezetben a KBC globális stratégiája továbbra is a részvényeszközöket favorizálja a kötvényekkel szemben. A részvényeszközökön belül a leginkább kedvelt régió az eurozóna, ahol a politikai kockázatok kiárazódásával a befektetők végre a gazdasági fellendülésre koncentrálhatnak. Szektor szinten pedig az energia cégek részvényei nyújtanak jó befektetési lehetőséget, hiszen ezek a papírok éveleje óta több mint 10%-ot csökkentek, így jó beszállási lehetőséget biztosítottak júniusban az alapok számára. A jelenlegi piaci és gazdasági környezetben elsősorban a K&H megtakarítási célalapokat, azaz a 90-es alapokat ajánljuk. Az ingadozó piaci hatást ezek az alapok jobban kezelik, a növekedésből több részesedést tudnak biztosítani. Továbbra is a portfólióépítést javasoljuk. Egy óvatos portfólióba 20, míg egy dinamikus portfólióban 30%-ban ajánljuk a K&H árfolyamvédett vegyes alapokat. De ezen belül is érdemes több alapot választani. Kérem, olvassák a havonta megjelenő hajónaplókat, amely áttekinthető formában ad tájékoztatást az alapok teljesítményéről, illetve az alapokban történt változásokról. Viszontlátásra, kellemes nyarat kívánok Önöknek, találkozunk októberben!